évelején találtam egy szenzációs Bruce Lipton interjút a London reel től Megkérdeztem tőlük, hogy használhatnám -e a videójukat, és azt javasolták, hogy mivel örülnek nagyon az ötletnek, hogy támogatják, csak ha lehet, akkor használjak kis részleteket a videóból, mert a YouTube úgy is le fogja tiltani, vagy törölni Content ID-ra hivatkozva. Úgyhogy a mostani részlet az 3 perces, szerintem hetekig tudsz majd rajta gondolkozni, mert annyira gondolat ébresztő, és néhol beleszólok, főleg azért, hogy ne csak hetekig ne tudj majd aludni, hanem hónapokig is, úgyhogy fogad szeretettel. A Matrix című film nem valami sci -fi. az egy dokumentumfilm. Minden ember, és ez tény, életének első hét évében letölti a programot. Egy hét év alatti gyerek alacsonyabb agyfrekvencián rezeg, ha megméred az agyi aktivitását elektroenkefalográffal. Egy 7 év alatti gyereknek alacsonyabb a tudatszintje. Ezt hívjuk tétának. A téta a képzeletszintje. A gyerekek így játszanak, például teapartit a homokozóban. Nekik ez teljesen valós. Amikor seprűn lovagolnak, az valóban egy ló. Ez a téta állapot. Egyben a hipnózis szintje is. Ahogy mondani szoktuk, az agynak teljesen mindegy, hogy vélt vagy valós az élmény, ugyanazokat a vegyületeket fogja. Szerte árasztani a testben, ugyanazt az érzést fogja kelteni bennünk, és tulajdonképpen ugyanúgy fogunk tudni emlékezni rá. Ezért nem mindegy, hogy a múltunkból, például az első 7 évünkből, vagy a következő hét nap 7 évünkből emlékszünk valamire, és tudunk a jövőnkre is emlékezni, ha van egy olyan vágyott jövőképünk, amit újra és újra fel tudunk idézni. Vegyük például az önbizalom kérdését. Ha képes vagy egy Batman pólós négy éves önbizalmával létezni, akkor tudod azt, hogy a négy évesnek nincs kérdése arról, hogy vajon ő e Batman. Ő biztos, vagy betmen, És ezt olyan szinten éli át, amire ha képesek lennénk újra és újra emlékezni, miután elmúlt az a négy éves korunk, akkor ugyanazt az önbizalmat, ugyanazt az erőt folyamatosan tudnánk képviselni. Ez mekkora változást jelentene az életedben? Kíváncsi lennék, hogy te milyen programot kaptál az első hét évedben? Az elképzelés pedig az, mielőtt tudatodra ébredsz, ha nincsenek programjaid, akkor mire leszel majd tudatos? Ha mondjuk veszek egy iPodot, kibontom, bekapcsolom, és semmi nem történik, akkor zavar, hogy nem működik. Egy 7 éves gyerek pedig azt kérdezni, nem töltöttél le semmilyen zenét, hogyan akarod lejátszani? Ugyan ez a helyzet. Az agy az iPod, a tudat, a kijelző, ahol alkothatok. De ha semmi sincs letöltve, nem tudok teremteni. Ezért a természet az első hét évben azokat a programokat telepíti, amivel életben maradunk. Hogyan kerülnek oda? A Téta a hipnózis szintje. Csak figyeled a szüleidet, családtagjaidat és kommunikálsz. Csak gondolj bele, hány százezer szabály van csak arra, hogy a családban vagy a közösségedben működni tudj. Tanítsd meg a gyerekednek. Nincs rá szükség, mert az első hét évben megfigyelik és letöltik. Hogy ez miért fontos? Azért, és ez a sajnálatos tény, hogy életünk 95%-a, és ez tény, azokból a tudat alatti programokból épül fel. Minden nap az életünknek csupán 5%-ában vagyunk tudatosak, ami kreatív. A robotpilótáról már tényleg eleget hallottunk, de van megoldás. Ha tudjuk azt, hogy programok szerint működünk, és tudjuk, hogy ezeket a programokat valahonnan kaptuk, akkor azt is tudhatjuk most már, hogy új programokat is tudunk telepíteni, tehát azok szerint is tudunk működni. Válasz új programokat, és működj a szerint. Ez olyan, mint egyfajta önhipnózis, csak azt éred el vele, amit szeretnél, és nem azt, amit mondjuk mások véletlenszerűen vagy akaratlagosan beléd tápláltak. Ahhoz, hogy tud működtetni mindezt, a legfontosabb, hogy maradj a jelenben, és ne a múltadat teremtsd újra és újra. Tehát az életed csak telik? még akkor is, ha azt hiszed, te éled. Pontosan és észre sem veszed, mert tudat alatt zajlik. És a jezsuiták 400 éven át disekedtek, és nem értették őket. Azt mondták, add ide a gyermeket 7 éves koráig, és megmutatom a férfit. 400 éven át mondták ezt, mert tudták, hogy 7 év kell a programhoz, és az életed 95%-a ezután az a program lesz. Angelina Jolie egy olyan családból jön, ahol jelen van a rák, de nem a gén okozta, hanem a viselkedés, amit örökölt. A géneket a családban örököljük, de a viselkedést tanulással visszük tovább. A hit biológiájában a kamera és a szem analógiáját hoztad, ahogy a kamera megfordítja a képet és filmre viszi, miközben a szemünk megfordítja azt és átengedi az elménk szűrőjén. Igen, életed első hét évében mindenre szűrőt raksz. Igen, és ez lesz, ahogyan viselkedsz. Ahogy arról már beszéltünk, a szűrők a hiedelmeink. Hogyha szeretnéd átprogramozni magad, szeretnéd átprogramozni az életed, és egy vágyott, új, szebb világot teremteni, létrehozni, bevonzani magadnak, akkor egyszerűen ezeket a szűrőket, ezeket a kapott programokat, kezd el újraértékelni, ha már észreveszed őket, az nagyon jó, hogyha tudod, hogy mit akarsz helyettük, akkor azokat elkezdheted bevezetni. Nagyon fontos itt is a fokozatosság elve. Amikor lemész az edzőterembe, akkor először egy 20 kilós rudat fognak a kezedbe adni, hogy tanuld meg használni, és nem egyből a 100 kilót fogod kinyomni vagy felemelni. Itt is, miután tudod, hogy mit kell tenned, akkor kezd az első mini lépéssel, vagyis vedd észre, hogy mi az a program, ami fut, aztán vedd észre, hogy mi az, amire ki tudod cserélni, és ha ez megvan, akkor kezdj el rajta dolgozni. Lehet, hogy nem egy hét, lehet, hogy nem egy hónap kell hozzá, de gondolj bele, hogy hét évnek a munkáját, esetleg többször hét évnek a munkáját kell újra újraértékelned és újra kalibrálnod. Köszönöm, hogy velem tartottál, oszd meg ezt a videót azokkal, akiknek úgy érzed, hogy javára válhat. Hasonló gondolkodású emberekkel a leírásban található Facebook csoport linkjén tudsz kapcsolódni. Persze az főleg arról szól, hogy az én agybenésemet mutatom be, és aztán lehet rá reagálni. És kávéra is meg tudsz hívni a leírásban található linken, ami... Persze nem egy kávét jelent, hanem azt, hogy támogatod a munkásságomat, és ezáltal jobb minőségű anyagokat tudok gyártani. Boldog programozást, és a héten még találkozunk!